Segítetek összeállítani a ruhát. Úgy imádok, tudod. Segíts. Ezt összeállítottam? Nem, még ezt a részét még alig értem. Ez már kész? Az nincs még kész. Mi mit hajtogass? Hát ezt. Ja, már kész? Kész. Ide adod a másikat? Várj! Ez mi? Ez a leszkára kell, mi? Ad ide a másik mindegy. Nem akarom összegyűrni, hát most ide. Add már ide, kérlek. Nem gyűrődik, ez olyan nagy a köm, és kivasaltam rendesen. Na, köszönöm. Na. Kedves. Na, hogy? Így szoktad az ágyon? Na, vajon, hogy? Nem szoktam az ágyon terítőt hajtogatni, drágám. Ez terítő? Aha. Sose láttam. Pedig karácsony borítón szoktál vakarázni. Egyszer egy évben. Ugye szerettük? Most karácsony. Igen. Ez volt? Ez volt. Nem emlékszel? Nem kék porcelánnal terítettem direkt. Na? Nem emlékszel, kék volt a karácsonyfa, kék díszek voltak rajta. Nem emlékszel rá? A karácsonyfa kék volt? Igen. Fa? Készítés, jól van, vényezkedtem már. Jól csinálom? Várjál, mit csinálsz? Hát nem élt csinálsz bele, hát hogy nem. Hogy tekerjen föl, mint annak kedvét, vagy mi? Most a készítés kezd előről normálisan, mert nem szeretem, amolyan kereszt van a terítőben, normálisan.
Hogy lehet négybe hajtani egy terítőt, hogy ne legyen benne kereszt? Elálltad meg? Csak a föl tekeresz. Állítólag. És tekerjen föl? Az a szőnyeg, amit föltekerhet. Nem, szívem, össze kell hajtogatni. Ügyesen. De ne legyen benne kereszt, mert a kereszt az a halálom. Hát valószínűleg nekem is az lesz. A Jóistenbe hajtsam én ezt úgy össze, hogy ne legyen benne kereszt. Hát figyelj, ha így leteszem, így. Na én nem. Így, ha leteszem. Ezt így, ha így átdobom. Ez még nem kereszt? Ez még nem kereszt? Oda? Ennyi. Köszönöm, ne legyen origami. Szóval, már így szerinted sikkel összetekel, vagy hajtogatni? Nem szerintem, én mindig így hajtogatom, és egy gyűlődés, hogy ránk nincs olyan, hogy valószínűleg. Ez egy japán technika egyéb. Paprika TV-n láttam. Sokat tanulok belőle. És nincs benne gyűlődés. Na, ugye? Na várjál, megfogod a két végét, esküszöm megtanulom, hát nem akarok el, hogy hülyé meghalni, ezt megtanulom. Csináltad így, tekergetted? Van egy trükk az elején. Vaj, beszúlt a kezed. Van egy trükk az elején, nem figyelsz jól, nem figyelsz jól. Innen sokkal jobban tudsz, mint én, de nem figyelsz elég. Akkor tessék, utasd meg még egyszer. Mit csináltál? Megörültél? Jól leesett. Mi az, hogy jól leesett? Tökre, mert... Nézzek észre, hogy tömtem ezt a hasonló. Én hozzá nem nyúlok, mert aztán még az lesz, hogy én rontottam el. Nincs semmi baj. Kicsit kiül. Kicsit kiül. Na jó. Itt hagyod a forró vasalót az anyagomon! Az előbb tettem a fülemet, a hófehér tamasz terítő! Meg vagy te bolondulva! Vasárnap van? Komolyan mondom. Vasárnap van? Ugye ma vasárnap. Édes kicsi. Nem tudom, te jobban tudod biztos, hogy milyen nap van. A gyerekek az. Igen? Inkább reggelit kéne egy kicsit. Hát csinálj nekik reggelit, édes szívem! De neked ott pont vasalásra kell kezdeni, ezt nap van. Jácsi! Julika! Mondhatja, hogy mennyi a színész és mennyi a forgatókönyv. Forgatókönyv 5-ös számú jelenet. Noszogatásba. Nő vasal. A férfi segíteni akar. Leveszi a ruhát a Fregoriról, hajtogatja össze a törülközőket. A nő. Ne így, úgy. Nem értesz ezen. Mit nem értesz ezen? Portári bálhé káromkodás. Na jó. Rózsaszín vagy kék? Sárga. Sárga, mert nem kaptam kék cédulát, nem kell mindenbe belekötni. Csak a férfinak volt igaza, szinte. Köszönöm szépen. Ott vagyunk, ott van egy nő. Köszönöm szépen. Volna szívesen. De megindokolja, hogy tessék? Igazából... Álljon föl, legyen szíves! Igen? Jó, hogy ez a jogos bosszú, úgy érti, nem? A sütésért. Hát ő is nem volt ennyire bosszú szerintem, de... Ehhez ő ért oda. Arról van szó? Na de tényleg, most én próbáltam kitalálni egy olyan szituációt, de ez azért sokszor van, hogy segítsél. Hát nem tudom, biztos mindenkinek van mindenféle története, autószerelés, autójavítás, autóvezetés vagy. Akár maga a gyereknevelés, hogy segíts, csinálj valamit, viszont ha elkezdi csinálni, akkor megkapja a magáit. Tehát ez azért eléggé az utcán ever ez a történet, nem? De azért azt elmondom, hogy nem olyan régen olvastam Csehovtól, hogy ugye van az a híres, nem is azt akarom elmesélni azt a mondását, amikor ő azt mondja, hogy egy igazi jó drámában
mármint, hogy bármilyen színdarabban, bármilyen színművel, lehet vígjáték is. A lényeg az, hogy ami igazán jól van írva, abban mindenkinek igaza van. És ez nekem nagyon tetszett. Az pedig egy nagyon okos ember volt. Na, megyünk tovább? Egy kis tüvet. Erőt kell gyűjteni. Van egy néző, akit elveszítettem, és visszajöttem. Beszélgessünk. És most kire kacsingattál a lányokra, akik mellett? Nem, az úrnak kacsintottam, hogy próbáltam szövetséget kerülni vele. Férfi szövetséges.